2021 végén indult, tavaly év végére fejeződött be, mostanra pedig papíron is lezárult már az a projekt, amelynek nyomán megszépülhetett egy, az 1900-as évek elején épült, helyi védettségű arca a kosut utcában. Homlokzat felújítás történt, a meglévő állapotnak a helyreállítása egy eredeti falkutatással, a színek, a vakolatok, a bádogozás, a, a talajvízeleni szigetelés, a lábazat kialakítása, a nyilázároknak a festése nagyjából ezek a munkák történtek meg. Idáig eljutni nagy munka volt szerződött az önkormányzat a társasházzal, a társasház szerződött a kivitelezővel, egy támogatási szerződést keretében az önkormányzat biztosította egy pénzösszeget arra, hogy a homlokzat felújításnak az a része, amelyik a helyi védett épület többlet munkáiból adódik, hogy azt tudják, tudják finanszírozni, és amikor a, az egész munka elkészült, akkor ezt a szerződést kellett lezárni. Természetesen közben rendszeresen jártunk ki a főépítészével, a munkatársaival ellenőrizni a munkafolyamatokat a színeket kiválasztani, szóval ez egy elég hosszas procedúra volt, és a végén pedig egy elszámolást kellett benyújtani a, a társasháznak, ahol a számlákat kellett benyújtani, és végül is egy teljesítésigazolás keretében, amit a főépítészére adott ki, ez volt a projektnek a lezárása. Mindehez persze szükség volt a lakók és az önkormányzati képviselő munkájára is, aki nem állna meg itt az én választókörzetemben, ugye ez a tízes választókörzet, a Víztorony, Rózsa utca, Szigeti lakótelepnek a környéke, pusztán ezzel a kettő helyi védettségű épülettel rendelkezik, úgyhogy én nekem feltett szándékom, hogy ebben a választási ciklusban mind a kettő védett épületet fel tudjuk újítani. Már zajlanak az előkészítő munkálatai a szomszédháznak a a felújításának is, és azt gondolom, hogy mivel az idei költségvetésben is van 25 millió forintos keret az önkormányzatnak arra, hogy a helyi védettségű épületek felújítását támogassa. Azt gondolom, hogy idén erre jó eséllyel fog tudni pályázni a szomszédház is. Úgyhogy azt gondolom, hogy a ciklus végére el fogom tudni magamról azt mondani, hogy a választókörzetben lévő védett épületeknek a 100%-át sikerült felújítanunk. Újpesten 56 helyi védett épület van. Ezek most kerülnek be egy értékvédelmi kataszterbe.